אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בהקדמת פי חכם. תעד בעל הסולם ידע שבו פורום, כל רבו השני. בדבר המתחיל והנחה רואה חיוב המוחלט. ניתן לשאול שאלות באתר בבזető a bölcsek ajkairól való bölcsesség című könyvbe. Kérdések lehet föltenni a megszokott módon. A kiválasztott kérdések pedig késznek sugározva a lecke során. המוטל על כל ישראל, יהיה מי שיהיה, לעסוק בפנימיות התורה. Tehát ezért láthatjuk, hogy Izraelnek egy felső szükségszerűsége van, hogy mindenki a Tóra belsőségevel foglalkozzon és annak titkaival. Enélkül a teremtés teljes szándéka nem lesz beteljesedve. Azaz az ember azért lett megteremtve, hogy korrigálja a saját természetét, és miközben korrigálja azt, a teremtő irányába haladjon előre. Ez az előrehaladás, mondja Rav, az nem egyfajta kikövezett úton való előadás, hanem a formaegyezésnek megfelelő előadás. Tehát az első lépés, amit az ember megtesz a saját természetén belül, a teremtő irányába, ez az első lépés, aztán majd ilyen fogja magát, ilyen módon találja kívül majd ennek a világnak az érzékelésen, és így halad előre majd a létrán, és így folyamatosan elérkezik oda, hogy valóban a teremtő felé haladjon, azaz megváltoztatja a saját természetét, amely a teremtőhez való alkalmazkodást jelenti, és formaegyezésre jut a teremtővel, a minőségi a formaegyezésre, és ilyen módon megteremtődik egy újfajta valóság, és ezt a fajta valóságot hívjuk teremtőnek, és ezt kell elérni. Tehát nincsen teremtő anélkül, hogy a teremtett lény ezt ne akar elérni, tehát nincs erő, amely függetlenül létezne és várná a tapsot, hanem nekünk, amikor mi egy belső korrigált formában erőfeszítést teszünk egymás között a helyes kapcsolatra, akkor ezáltal megjelenik az a forma, amit teremtőnek nevezünk, és mivel ez ugyanaz a szinten jön létre, amivel megteremtett bennünket, ugyanabban a nagyon magasztos szinten, ez a Mahud Einsof, amivel meg vagyunk teremtve, ez, amit nekünk el kell érni. Ebből kifolyólag a Zohárban mondva van, hogy a Tóra titkai, és a... ez az oka annak, hogy mi reinkarnálódunk generációra generációra, egészen a pillanatnyi generációk, amely aztán teljes egészen magára vonja a teremtések a végső célját, az, amíg el nem érjük a Tórának a titkait, amiket az utolsó generációk nem értek el. És ebből kifolyólag mondja a Zohár, hogy a Tóra titkai és misztórumai a messiás generációhoz tartozó generációnak kell, hogy feltárulódjon, és világossá kell várni mindenki számára, aki annak a megértése, hogy a teremtés teljes céljának a beteljesedése, az kizárólag akkor lehetséges, amikor elnyerjük a messiásnak a megérkezését. Ezért, amikor a korrekció valóban amikor a korrekció érdekében kezdünk el újra újjászületni, egészen az utolsó újjászületésig, és ez elmagyarázza nekünk azt, hogy milyen kérdést kell föltennünk általánosságban, hogy ki vagyok én, és kik azok én ősatyáim, akik elnyerték már a magyarázatát annak, hogy a titkait ismerik a Zohárnak, és Ari írásainak, sőt, ilyen módon nagyon messze vagyunk azoktól a magyarázatoktól, amikor valóban föl tudom tárni másoknak is ezt a bölcsességet. Azaz nekünk meg kell fordítanunk a történetet. Miért van az, hogy mi generációnk az, akinek a kabala bölcsessége föltárulhat? Tehát nekünk ezt meg kell valósítani abban a generációban, amit messiásnak nevezünk. Tehát ez világos, hogy ez erről szól ez a történet? Én azt gondolom, hogy ez nem annyira világos, hogy miért most a mi generációnkban tárul lesz föl. Na, olvasd el még egyszer. És akkor láthatjuk, na, mostantól hol vagyunk,
שלא תושלם באדם כוונת הבריאה זולתה. Na most nem tudom olvasni. Tehát láthatjuk, hogy Izraelnek mindenkinek szükséges a Tórával foglalkozni, és az a titkaival. Tehát láthatjuk, hogy semmit nem érjük el a világunkban, hogyha nem a Tórával, és a pancsitokkal foglalkozunk. Tehát nem csak az van, hogy a testet támogatjuk, hogy úgy éljen néhány évig, mint egy állat. Ugye most nem, csak erről lenne szó. Hát nézzétek meg, az összes ember ebben a világban mivel foglalkozik. Néha rosszabb, mint az állatok. Mert az állatok fenntartják a saját életüket, amit a természet diktál nekik, amit követel tőlük. Nem nagyon van másról szó. Mi azonban az ellentétes módon kellene, hogy éljünk, magyarok. Tehát, hogy érzelemben, szívben, lélekben minden meg kell tennünk, hogy elérjük a spiritualitást, és sovárnunk is kell erre, hogy fölé tudjunk emelkedni az állati szinteknek, a beszélő szintre. Tehát nekünk kész edényeket kell hozzárendelnünk a spiritualitás elérésekhez. És nekünk egészen addig kell az állatunkat ostorozni, amíg el nem érünk a válsághoz, amely megmutatja a saját képtelenségünket, hogy nem fogunk elérni semmit jót ezen a módon. Az állatok nincsenek válságban, ők gyakorlatilag a teremtő hatás alatt léteznek, a saját szükségleteinek megfelelően. Ami jó a testnek, azt teszik, és többen nem foglalkoznak. Ők ebben vannak beleszorítva, belehatárolva. Az ember azonban nem behatárolt. Miért? Mert nyilván a testi vágyain túlmenően megjelennek magasztosabb vágyai. Irigység, birtoklás, kaja, család, szex, dicsőség, hatalom, tudás, tehát mindent el akarunk nyelni, ami csak lehetséges, a pszichológiai kielégüléseket is. És ezért mi a spirituális eléréshez is tudunk emelkedni ebből a behatárolt világban, a végtelen erő világban, ez a legnagyobb megó. Tehát mi különböző minőséget meg tudjunk szerezni, különböző hajlamokkal, és ezeket úgy tudjuk használni ebben a világban, ebben a nagyon lassú világban, hogy ebből örömet szerezünk. Viszont ez azt jelenti, hogy mi nagyobb megszerzés vagyunk, mint a vadállatok, és mélyebben a másik fölé akarunk kerekedni, ezért mi vagyunk a legborzasztóbb lények a világban. Tehát meg kell értsük, mi az igazán a világnak a célja. És látjuk, hogy Izrael minden tagjának kizárólag a Tóra belsőségével kell foglalkozni. Azonban a szándék nélkül ez nem beteljesíthető. Akkor újra és újra kell inkarnálódni, egészen addig, mondjam, amíg meg nem tudjátok tenni azt, amit kell. Tehát az inkarnáció újabb és újabb, és egyre nehezebb, és egyre bonyolultabb inkarnációba taszít bennünket. És ez egyfajta negatív szint és megnyilás lesz az inkarnációkban, amíg különböző előnyöket nem tudunk ebben a világban szerezni, és akkor véletlenül tudjuk hajtani ezt a negatív terek lerakását, ami ebben az életünkben valóban korrigáló váló hátizsákként lóg rajtunk, és minden egyes generációban, minden egyes újra inkarnációban egy rosszabb állapotba kerülünk pontosan emiatt, amit nem korrigáltunk az előzőekben. Ez az oka annak, hogy valóban mi újra születünk. Tehát egyszerűen nem tudjuk az inkarnációkat befejezni, nem tudjuk eljutni az utolsóig, és nem tudunk magasan szintre emelkedni, újra és újra generációk jönnek, mennek, mi pedig ugyanabban vergődünk egész addig, amíg el nem jutunk az utolsó generációig, amely a messiás generációja, amely ahol rájövünk, hogy a teremtés az miért nincs beteljesítve, és pedig a Tóra titkainak megszerzésén keresztül lehetséges, ami nem volt elérhető az előtt lévő generációk számára. Tehát itt egy szükségszerűség jelenik meg, magyarabb, ahogy a Tórának a titkai, azok a felső rendszernek a titkai, amit nekünk el kell érni tulajdonképpen. Tehát az jelenti, hogy a mi valóságunk az a Tóra titkainak a birtokosa. Nyilván titkoknak nevezzük ezt, de ha felfelé fedeznek, azok feltárulások lesznek, és nem titkok. Erre van valójában szükségünk, és ebből kifolyólag kell látni a Zohárban, hogy a Tóra titkai és misztériumai az feltárulásra vannak ítélve a messiás idejében. Tehát a messiás idejében mit jelent, mondja Rab?
az, hogy a fényt kell megragadnunk, amely ez a lelket előrefele rángatja, tehát egy olyan fajta generációban élünk, ahol a misztériumok és a Tóra titkai fel kell, hogy táruljanak. Tehát a Tóra nyilván ennek a világnak a cselekedőről beszél, ebben a világonban belül különböző műveleteket cselekedhetünk, ére szex, család, birtoklás, mindenféle dolgot, mindenféle beszélő vágyakkal, és ez annak érdekében történik, hogy egyáltalán létezünk itt. De ezek fizikai cselekedetek ám, még akkor is, hogyha a mögöttük lévő hajtóerő már egy kicsit túlmutat a hétköznapi állati területeken, azonban az igazi területei a Tórának, amelyek igazán a misztika és a titkok közébe tartoznak, ezek spirituális titkok, és aki nem tárja ezeket fel, annak egyszerűen csak elvesztegett inkarnáció, és azt nem tárja föl, akkor az az inkarnációnk elvesztegedett időnek minősül. Ezt a messiás idejében legkönnyebb föltárni, mindenki számára, aki ezt megérti. Tehát mivel? Na, olvasd csak! Mivel ilyen módon a teremtés tervét be lehet teljesíteni, és így el lehet nyerni a messiás eljövetelét, ezért megkérdezhetetlenül kell a Tóra titkaiba kapaszkodni, hogy ezek feltáruljanak nyíltan egymás között, mivel a korrekció az kötelez bennünket, hogy újra és újra reinkarnáljunk. Azaz, megkérjünk azt az állapotot, mondja Rav Lajtman, hogy ne vesztegessük el az előző inkarnációinkat, most pedig meglegyen lehetőségünk arra, hogy ezt az inkarnációnkat se engedjük elveszni. Tehát kérek mindenkit, hogy tegyetek helyes erőfeszítésre, ezek megtörténjenek, hogy a mi generációban, a mi időnkben valóban eljussunk abban az állapotban, hogy feltáruljon a gyűlölet, hogy nyomásra helyezzük együnk. Bár Izrael bojkott alatt van esetleg, de ez minden annak érdekében van, hogy egyesüljünk. Nincs más oka annak, ami történik. Tehát az, hogy itt ülünk együtt, ez is felülről van megszervezve. Tehát semmi nincs ebben a világban, ami a nap alatt új lenne, tehát minden a egyszerűen megvalósult, tehát minden ez felülről lefelé van a mi világunkban belevezérelve, minden, amit látunk, az ellenségeink, akik eljutnak hozzánk, akik vádolnak bennünket, ezek mind felülettek eldöntve, mégpedig a természetünk, az eredeti természetnek megfelelően látnunk kell, hogy itt senki nem hibáztatott, se Obama, se Ahmadinejad, ugye az iráni elnök, ők ketten állandóan szerepelnek a reggeli leckén, tehát se jobb szárny nincs, se bal szárny nincs a pártokban, hanem minden a mi kezünkben van rakva annak érdekében, hogy a kapcsolatok keresztül korrigáljuk. Tehát nem kell figyelnünk semmilyen más hatalomra és megnyilvánva előre, csak is a rendszerre. Nekünk az embereket, ezeket a hatalmi tényezőket a rendszer elemeinek kell tekinteni, és ez határozza meg az én hozzáállásomat a rendszerhez, hogy minden rajta múlik. A viszonyom a rendszerhez meghatároz mindent. Ezért mindenkinek látnia kell, hogy a köztünk lévő kapcsolat határoz meg mindent. Hogyha mi egyesülünk, akkor az egész világ szükségszerűen belép a kapcsolatba, nem kell gondolni semmire, nincs szükségünk semmi másra, tegyünk vagy ne tegyük, nincs ilyen dolog. Ezért mondva van, hogy hogyha mi korrekciót hajtunk végre egymás között, akkor az egész világ össze lesz kapcsolódva helyes módon, és helyes módon kapcsolódik hozzánk is, tehát semmi más nem kell tenni. Ez maga a korrekció. És a mi generációkon belül erre van szükségünk. Ez el lehet itt magyarázva az általános interpretáció magyarázatokban. Tehát az élet fájának a magyarázatában nyilvánul meg, tehát tehát hogy lehet elmagyarázni a tudást, a Tóra és arra rejtett szavait? Tehát mi azt találjuk majd, hogy nincsen más magyarázat ennek a bölcsességnek, mint ami az észrevonul is föltárult, ez most idézett rab, a cikkből, tehát miatt Bálaszolam megjelent volna, mi nem is láttuk egyetlen kabalistát, csak értette volna, miről írt Ari. Tehát erről szól a történet, aki el tudta magyarázni azt, amit ő el tudott magyarázni. És azt gondolom, hogy keresek egy héber szót, az ő proféciáit hogyan kell értelmezni,
hogy ő könyörgött a Teremtőhöz, hogy süllyesz el lejjebb, adja meg az engedélyt, hogy el tudja magyarázni az embereknek nagyon egyszerű szavakkal mindent. Ugye ő olyan magasabban emelkedett, ahol már valóban nem értették, miről beszél. Így se egyszerű. Tehát mégis azt alkotta meg, ami egyszerű volt a mi számunkra, és így éreztetünk meg az ő tóráját. Tehát ilyen módon mi nem látunk egyetlen kabalistát sem egyetlen generációban, akinek meg lett volna az az egyszerű és megközelíthető magyarázata, tudományos alapú magyarázata, érzelmi alapon, különböző formában, ahol mindent, az összes magyarázatot úgy magyarázta el, hogy ez valóban érthető legyen a számunkra. Jó reggelt, Rav, kedves barátaim, világcsoport, ugye ez Moritz Bersevából, tehát a Tóra titkairól tanulunk. Az én érzésem az, hogy miután már nagyon régóta tanulunk együtt a Tóra ízeiről, és minden, ami a spétes világban történik, tehát a Tóra az a legnagyobb misztérium az a szeres valamit önmagad, nem? Nem, mondja Rav. Ez egy általános komponens, amiről te beszélsz. A rendszer önmagában az a törvénynek megfelelően működik, hogy szeres felállni, mint önmagad. Tehát technikailag mondhatod azt, hogy egy integrált teljességgel tudjuk ezt megragadni, minden egyensúlyban van. Egy kölcsönös viszonossági viszonyban. És a mi viszonyainkban, hogy szeres fel a barátom, mint önmagad, az azt jelenti, hogy szeretek valamit, mindent az, hogy szeretek, hogy én úgy veszem figyelem magam, hogy ez az ő vágya, hogy ezt elmagyarázták nekünk a házigazda és a vendég viszonylatában, vagy a szolga és a gazda viszonylatában, aki az egyetlen pár metod, hogy a szolgálnak, hogy ezt a világot, hogy lehet igazából kitölteni. Tehát mit nevezhetünk szeretetnek? Szeres fel a barátom, mint önmagad, az egy olyan kifejezés, mondja, ami megmagyarázza nekünk a rendszer viselkedését, a rendszer működését önmagában. Tehát ez úgy működik, mint az emberi test, tehát különböző szervek megnyilvánulnak egy kölcsönös, támogató viszonyban. Tehát ahogy minden rendszer működik, tehát az összes rendszerünk egy ilyenfajta kölcsönös kapcsolatban van, ahol egyetlen rész sem tud önmagán érvényesülni, tehát mindegyik rész a rendszer egészéhez kapcsolódik, ezt nevezzük, hogy szeres felállni önmagad. Tehát mindenkit úgy kell szeretni magadat, ez egy alapvető törvény, amely a mi világegyetemünkben alapvetően működik. De ezt elolvasod a technológiában is le van ez írva, csak egy kicsit más nyelvezette. Oké, tehát akkor minden a Tórával eredett. Ez a Tóra így fejeződik ki a mi számunkra. A Tórának a titkai az az, hogy hogyan tudunk mi a kapnakarást fölemelkedni. Tehát az a legnagyobb titka a Tórának, nem? Rav Lajtman. Ez igaz. A Tóra erről szól. Tehát amikor ti kiléptek, összekapcsoltok másokkal, elkezditek a kapcsolatot definiálni egymás között, akkor a felső világ elkezd föltávolodni, ami közben el volt rejtve. Tehát akkor mi lehetünk egyesülni a Tórának az útját, persze. Na, semmi más nincs itt, mint ez. Szívesen, menjünk tovább, magyarabb. Mipnei se dorenu ze hu ikveta de mshicha mamash. Most már láthatjuk, hogy mivel a mi generáció valóban a messiás idejét képviseli, és még gyakorlatilag a teljes korrekció küszöbén állunk, az egyetlen megerősítésünk az igazság bölcsességének elérése érdekében az, hogy az anyagot el tudjuk kezdeni terjeszteni az emberek között, átlépve a megértés nehézségeit, és ezen túlmenően pedig meg kell jelennie az értelem szűkösségének is a mi generációkon belül. Ezért az Úr azt követeli tőlünk, hogy a megváltás érdekében felemeljük magunkat, és hogy valóban feltárjuk az összes magyarázatot annak, hogy Istennek az eszközé hogyan ragadhatok meg a saját kezünkben. Tehát különböző eszközök vannak a
Különböző játékszerek vannak az életben, egy csomóan játszanak ezzel, tévésorozatoktól kezdve a sporteseményeken keresztül, de még a terrorista támadások is ezek, szex, de mindenféle hülye játékok vannak annak érdekében, mondja Rav, hogy az ember távol tartsa a korrekciótól. Ez mind a klipa. Tehát ezek a negatív oldal felől támadnak, és nyilván a jó oldalról is érezhetők, lényegtelen. Ezért az embernek igazából a rendszernek egy felkészülését kell végigcsinálni, hogy az ember valóban a korrekció felé tudja lenni. Ez nem egyszerű, mondja Rab. Tehát az, hogy mi Bala Szalamot tudjuk követni, ki kell építenünk egy rendszert. És remélhetjük csak, hogy ezt elérjük. Tehát Izrael gyermekein túlmenően nincs mit korrigálni. Minden más az másképp kapcsolódik ehhez, tehát ne aggódjatok semmi más felől. Mind a felől mi történik itt, különösen. Tehát megvannak a csoportjaink. Tehát hogy segít mindez nekünk? Tehát minden egyes helyen a barátaink várnak bennünket, akik erőfeszítést tesznek a korrekció irányába. Így öleljük át az egész világot. Tehát nyilvánvalóan a Bála Szolám írása alapján semmi más nem kell tennünk, mint a korrekcióba magába belépni. És van egy másik oka annak, hogy valóban nyitott magyarázatot kell adnunk, mert a Zohárból megtanulhatjuk, hogy az, hogy a fény úgyis uralkodni fog a sötétség felett. Tehát amikor Varsó után elmentem, visszamentem Varsóba elmagyarázni a lengyeleknek, hogy mi történik, és akkor láttam, hogy a mély sötétség ereszkedik az emberek közé, és egyszerűen nem hallják meg, amit mondok. És amikor az emberek között sétálok, akkor látom, hogy az éveim során hiába megyek a Szentváros utcáin, a szívek és a lelkek sóvárgását nem biztos, hogy el tudom érni. Itt arról beszél, mondja Rav, ugye itt 1920-ban beszél, tehát, hogy Izrael megalapítása előtt vagyunk, különböző, tehát mielőtt még megtörtént volna Izraelnek a megalapítása, azokhoz az időkről beszél, és akkor azt mondta, hogy ő azt látja, hogy az emberek milyen alacsony rendű állapotban vannak. De hát válaszolom, nem láthatta azt, amiben most élünk, hát sokkal mélyebb szakadék van most. Ugye ez 1920-ban írt, tehát sajnos itt arra a szakszervezeti szövetségben is igazamben Cvika lakik, vagy dolgozik, mondja mosolyogva. Na most nem tudom, hol tartunk. Tehát megint, valóban megindult az Isten iránti vádaskodás, annélkül, hogy bármilyen bölcsesség megjelent volna, vagy a kabala bölcsességek feltárulása, sokkal inkább érzékelés és morál nélkül a Tóra szó szerint magyarázatai kerültek elő. És egy hatalmas privilégium az én számomra, hogy az üres szavak helyett meglássam a hitet és a magasztos dolgokat, amik el vannak rejtve a teremtés céljának megfelelően, és amely kötelez bennünket. És amikor valaki az írott szöveggel foglalkozik, és azt teljes hittel teszi, akkor valóban megérzi, hogy a Mesiás király érkezésével csak egyetlen dolog történt, a teljes korrekció. És végezetül nekem meg kellett találni a legkiemeltebbeket ezek között, emberek, akik valóban képesek sóvárogni arra, hogy megértsék Ari szavait és a Zohár. És ők annyira sikeresek lehettek, hogy valóban
képesek Ari összes írását a gyakorlatba fordítani. És nekik hatalmas reputációk van, ők a szentek, szent emberek az egész országon belül. És én azt arra kértem őket, hogy akik Ravval tanultak, ugye itt Ariról van szó, akik elérték a belsőségét a szövegeknek, mit mondanak mindenről, és ők azt válaszolták, hogy Isten mentsen, hogy mi elkezdjük az embereknek elmondani, mi történik. Ezeknek a belsősége nagyon pontosan meg van határozva, de ez a tömegtől egyre távol tartandó. És én azt kérdeztem, hogyha Ram Haim Vital elérte a belsőséget az anyagoknak, akkor miért ne érnek el az emberek? És ők azt válaszolták, hogy természetesen nem ért el többet, mint amit mi elértünk. És akkor azt kérdeztem ezektől a jeruzsálemi emberektől, hogy beszéljünk Ariról magáról. És ők azt válaszolták, azaz, hogy nyilván, hogy nem beszéltek arról, hogy az ember hogyan léphet be a spétos világok belső világába. Tehát ők azt mondták, hogy az ezt megőrző kabalisták nem volt elérésük, hanem egyszerűen ők az írásokból tanultak, így, és ez alapján írtak más könyveket. Tehát nem a belső minőségüket korrigálták, Ari meg Haim Vital, hanem, és a teremtő feltársa felé haladtak, hanem csak a tudás magáért. És akkor azt kérdeztem, hogy olyan lehetséges, hogy a Szent Ari hogy értette volna meg, hogyha nem értette volna a tudást, akkor hogyan tudtak volna tovább lépni. És ők azt mondták nekem, hogy ezeknek az anyagnak a szerzője Illés volt, és nem Ari. És ők ismerték, hogy a belsőséget csak egy angyal adhatta át Arinak. És ez volt az a pont, ahol az én türelmet elvesztettem, és véget ért a türelmem. Rav, ezzel nincs mit tennünk, tehát vannak emberek, én nagyon sok embert ismerek, aki ugyanígy fordul a bölcsességhez, és rabas írásaihoz is, már van, aki meg is halt egyébként ezek közül természetesen, és azt láttam, hogy még volt, és rabba sem ismerték el teljes mértékében. Tehát látom, hogy ők hogyan tanultak, akik velem voltak, és hogy értett, hogy mennyire értettek a mesterünknek a működését. Minden a belső korrekció, magyarok. De ezt nem tárolt még föl. És amikor azt láttam, hogy ők milyen bolondságról beszélnek, és hogy mindenki, aki a bölcsességével foglalkozik ezekben az időkben, azok nem látják a lényegét, és ez az, amikor még ha a királynő erejét is látnák, a házukban sem értenének, hogy mi történik. És a Szent Zohár keserűen utal arra a bűnösökre, azokra a lelkekre, akiknek nincsen semmilyen érzékük a Tóra titka, belső titkaira, ez a parasat szakaszban, hogy azok, akik a Tórát történelmi mesének tartják, hogyan tudnak tovább lépni. És ezek a történetek és mesék, és a más nemzetek közé való számvezetésünk, akinek nem magyarázza el, hogy ezek mindegy magasabb rendű ideák elültetése, azok valóban meg tudják ragadni, mint a Malchut. Tehát miután az emberek elkezdik korrigálni önmagukat, és elkezdnek barátaikat úgy szerezni, mint önmagukat, ezáltal lehet elérni az egész felemnek a végső célját. És azok tudnak a tór, és akik nem így viselkednek, eltorzítják a tórát. De mi az, amiről a Zohár szerzői a bűnös emberek kultúrájáról írtak, elutasítva minden bölcsességét, akik elutasítják a minden bölcsességet a Zohárnak és az igazságnak magának is, ők azt mondják, hogy a tornánk a titkai, azokban semmilyen feltárás nincs ebben a világban, hanem ezek üres szabak csupán, és ilyen módon a szentségnek az erejét egyszerűen kitaszítják a király palotájából. És ezek, annélkül, hogy látnák, a saját lelküknek hatalmas károkat okoznak. A bölcsőink pedig azt mondják, hogy a Szent Tóra, az már a teremtő alapján is létezett, hogy ti fiaitok egy nyitott házként, a nyitott házban fognak felén fordulni a belső dalaikkal, és ilyen módon a Tóra valóban egyetlen hatalmas dalba foglalható össze a magasztos szavakban. Sőt, miután ők ugyanazt akarták elérni, mint Pinhász, azaz ők teljes hittel szeretnének a Tóra fel fordulni, mivel ez azt is jelenti, hogy egész addig, amíg nem értik meg a Tórának a belsőségét, addig csak egy
A szájnak egy üres beszéde az, amelyik az első templom lelombását is okozta. És a gonosz itt táncol köztünk, még a Mesiás idején belül is. És az a Tóra végső titkai feltárása ideje, és az Úr célja az az volt, hogy a seregek urának az volt a célja, hogy valóban áthasson bennünket a csontokig ezzel a tudásával olyan mértékben, hogy valóban megértsük, hogy ez Izrael bölcsességének a teljessége. És ez az oka annak, hogy el kell kezdenem elmagyarázni mindezt. Itt világos ugyanabb, mert azt mondja, az ő magyarázata nélkül ezek a kommentárok értetetlenek lennek, tehát valóban föl se fedezhetnénk azt, ami a Zoárban meg van írva, vagy Ari szavaiban. Tehát itt új és új edényeknek kell megjelenniük. És ez nyilvánvalóan a Tóra titkának a feltárása van szó, amelyik most el volt zárva előbb. És minden egyes cél az végtelenül egyszerű, hogy a nagyon sok a felkészülés idején történő rengeteg problémával együtt is elérjük azt a végső célt, amely teremtés céljában megvan fogalmazva. Tehát például, ha valaki egy házban akar ülni, akkor ismernie kell, hogy kell megtervezni a házat, és ismerik el minőségben és mennyiségben is olyan tudással kell rendelkezni, hogy felépíts házat. És a végső cél az egyszerű dolog, hogy benne lakozzunk ebben a közös házban a Teremtővel. Ez a jelentés aznak a szavaknak, hogy az ember belső szépségnek megfelelően tud a házban lakozni, az egy közös házban lakozni, és az minden koncepciónál magasabb szinten van, és egy egyszerű akarat nyilvánul meg, és minden egyes finom magyarázat az arra kell, hogy irányuljon, hogy az igazság előtt hogyan érkezhetünk meg, és mégis az igazság önmagában egyszerű, és ezt minden tévedés nélkül el tudjuk érni. Van ennek egy titka, hogy elméletileg vannak dolgok, amik elválasztanak benneket a mennyei atyától, és vannak olyan dolgok, amelyek el vannak a magasság miatt rejtve előlünk, és ezek azért vannak elrejtve, mert ezek óriási magasztásokban emelkednek, és ezért a bűnös létezésünkből ezeket nem érhetjük el, és nem érhetjük fel. Mivel ezeknek a fénye, az az óriási és egyszerű fény, amit az emberi elme csak egy részét képes érzékelni, a többit pedig egyszerűen is érzékeli. És még a legkisebb mértéke is eszközt igényel a látása. És ez azért van így, mert nem a teljes mélység, vagy a magasság az, amit érzékelünk, akkor ezt csak közelítőleg tudjuk elkezdeni érezni. És ez a közelítés során látnunk kell, hogy ezek nem is léteznek egyáltalán mi számunkra. Tehát, és aki nem ebben az irányban próbálja meg ezt elérni, az nem is fogja elérni egyáltalán. Kérdés Los Angelesből. Tehát miért Izrael korrekcióra sor kerülne? Ez olyan, mintha vissza kéne költözni minden Izrael Izraelbe. Nem erről szól. Nekünk támogatni kell ezt a folyamatot, és nem azt mondom, hogy csak Izraelben kell megtenni. Tehát nekünk támogatni kell azt, ami történik, nekünk végre kell hajtani korrekciót, ott, ahol vagytok. Tehát meg kell kapnotok a lehetőséget, hogy az általános korrekciót végrehajtsátok. Tehát igazából a legfontosabb területe a korrekciónak ez. De Izrael és Izrael gyermekei, azok így kell, hogy egyben legyenek. Tehát vannak csoportok. Nézzem, Moszkvában lesz egy kongresszus, több mint 1000 ember fogott összegyűlni. Mindenféle országokból, mindenféle állapotokból. És természetesen megnézitek, hogy ki mekkora fontossága tulajdonít ennek, hát annak a főjében fog eljönni. Több kérdés? Újakat keresek, mondja rá.
Te megkérdeztél. Te meg nem akarsz kérdezni. Oké, magyar. Ha nincs kérdés, akkor igen. Általában a kabalisták. De most nem hallom sajnos, most hallom. Tehát hogyan lehetséges az, hogy állandóan folytatni tudják? Hogy tudnak kilépni magunkból? Hogy tudnak állandóan adakozásból lenni? Sajnos nem értettem rendesen a kérdést. Nem nagyon értelek, magyarul. Hát hogy lehet az, hogy egy kabbalista érzi az egész világot? És az egész világot a saját gyerekeinek érzi. Hát azt érzi, hogy ő... Tehát hogy lehet az, hogy ezzel tudjanak? Tehát én... Tehát hogyan lehet tovább lépni mindezem? Tehát nem értelek téged, mondja rá. Tehát, hogyha elveszed a leckét például, akkor ezt kérdezem, tehát ez a csoda, hogy nem, mondja rá. A lényeg az, hogy a korrekció érdekében neked részt kell venned a kapcsolat összes létező lehetséges szintjém. Tehát hogyan lehetséges az, hogy tehát Ari, de nagyon rossz az interneten, alig hallok valamit. Tehát van egy csomó emberek, nem enged a családja sem tanulni, tehát nyilvánvalóan ugyanakkor viszont ön azt mondja, hogy ha nem jövök ide, akkor nem tudok erről adni. Igen, tehát ez a különbség. Tovább lépni mindezen, tehát hogyan lehet ezt a mintázatot elérni, és egyet összekapcsolódni? Hogyan lehet együtt összekapcsolódni ebben a jeruzsálemi történetben? Tehát, hogy... Tehát minden... Tehát... Tehát mit jelent, hogy a 19. században az erőlépés, hiszen az emberek a 19. század előtt nem tudtak kabalátalan, nem voltak vallásosok. Tehát hogyan tud ez létezni? Tehát hogyan lehet... Hogyan lehet kabalát tanulmányozni, hiszen itt voltak hülyeségek egyébként, amikor emberek azért nem mertek kabalát tanulni, mert ugye a tiltásnak voltak furcsa megnyilvánulásai. Tehát hogyha én mindenkinek írtam, és írtam egy könyvet, akkor nyilván elmentem a rabbihoz, akkor nyilván a rabbi döntött el, hogy amit én teszek. Tehát ez az, amit válaszolom, elutasított, hogy a judaista vezetők megpróbáltak felülírni azokat a dolgokat, amit a kabbalisták meghatároztak. Tehát, hiszen mit tudtak ezek a
rabbi például a szulám kommentárokra nem is értették, hogy miről beszél Bála szulám. Ezek jerzsámi rabbik voltak, akik nyilvánvalóan támadták Bála szulámot azért, amit írt. Miért? Mert Bála szulám ugye azt akarta, hogy a tömegek, a hétköznapi emberek is képesek legyenek megérteni azt, amit a kabala ír, hogy nyilván a könyv kinyitása nélkül az emberek számára elérhetetlen volt minden. Tehát ránéztek egy könyvre, akkor az emberek többség azt mondja, hogy megvan írva, leírták, akkor az igaz. És hogyha ha nem volt meg benne a belevetett hit a könyvbe, ki se nyitották. Hát egy csomó ember úgy gondolta, hogy a könyv eltöri őt, úgyhogy ezért nem is olvasott. Főleg, hogyha azt mondta a rabbi, hogy ne olvassák. És akkor... És a jövő? Nyilván van ezeket a régi formákat már elrepesztettük, tehát... Ugye Bála szulám írása és Amos írása most már elérhetők azért mindenütt. És ezek a utcán megkapható könyvek, tehát bárhol megvásárolhatók. Nyilván vannak dolgok, amit a ma embere nem érti meg. Tehát régen a rabbi jóvá hagyta, hogy olvashatják, vagy nem olvashatják a könyvet. Ugye ma egy csomor azzal foglalkoznak, hogy viszonylag egyszerűvé tegyék ezeket az írásokat, de az írás lényegén ez nem változtat. Egy komoly hétvége jön, felkészülés a moszkvai kongresszusra, a Resivatavarim lecke, ma is lesz egy, már kiküldtem, ne felejtsétek el, 3 órás lecke lesz délután. Tehát hogyan tudunk részt venni ezen a hétvégén, ezen a sabaton, hogyan tudjuk a maximális előtt kipréselni a kongresszusra? Próbáljuk meg ezt együtt megtenni. A kongresszusi felkészülésnek a kapcsolattal együtt kell meglenni, egy fokozatos megközelésben kell lennünk. Így kell a céllal foglalkoznunk, a fontossággal, így kell elérnünk a célt, egy lépést tennünk. Nyilván így kell összekapcsolódnunk, miután ezek a feltételekkel mi valóban megkonstruáljuk a felső erőt, a felső erőnek a megközelítését, és reméljük, hogy ezt el fogjuk ezzel a munkával érni. És nem kell csak a kongresszusig várnunk, hanem már itt, ezen a szombaton elérünk egy olyan állapotot, valóban. Feltárjuk a felső állapotokat. Név, hogyan tudjuk elérni ennek a szükségességét, hogy mi valóban itt és most ne kelljen várnunk a kongresszusig, hanem valóban teljes erővel belépjünk ebbe, és maximalizáljuk az erőnket. Ahogy Bála szulám is írt erről, hogyha mindig a következő pillanatig vártok, akkor éveket veszítetek. Tehát nem így kell csinálnunk. Nekünk nem kell várni, nem kell azt gondolnunk, magyarabb, hogy jön majd jobb lehetőség. Nem jön. Nincs ilyen dolog. Minden pillanat a legjobb lehetőség. Ne gondoljátok, hogy jön egy másik pillanat majd. Az jobb lesz. Abban a pillanatban... Tehát én nem tudom, hogy mit és hogyan, de nekem azonnal meg kell mostanom mindent, tehát nekem így kell megmostanom minden pontot, ha nem valósítom ezt meg, akkor a világ. Olyan állapotban fordul, hogy nem érjük túl a következő pillanatig az életünket se. Tehát nekik itt is most kell megmostanom, mert ki tudja lesz a következő pillanat. De ne várjunk, jobban nem várunk magyarok. Nekünk itt egy bevezető lecsősorozatunk van most a kabalában, nagyon sikeres. Ugye aztán lehet, hogy ezt még folytatnunk kell. Az utolsó csütörtökön nagyon sokan tapasztalták a különböző városokban a bevezető leckéket.
és most ki kell nyitnunk egész Izraelben a kampuszokat, tehát elkezdjük a kamaroktatási sorozat. Tehát minden helyen komoly osztályokat tudunk nyitni. Tehát ezért itt mindenkit hívunk, akinek eddig még nem volt lehetőség, hogy kapcsoljatok be. És ugye ingyen lehet most tanulni, ez Izraelben nem volt eddig ingyenes. Tehát... Tehát meg volt határozva, hogy hol lehet megnézni Izrael szerte, hol lehet tanulni helyileg, fizikailag. Sok szerencsét mondjam, én remélem, hogy még több új barátunk lesz itt Izraelben. Kongresszus, vagy a szombat. Szentpétervár egy kérdés. Mi a helyes hozzáállás a kongresszus formális tevékenységei? És a utána való esti programok között. Én nem látok különbséget magyarul, amikor én belépek a kongresszusba az első pillanatok kezdve. Tehát egészen a legvégéig nekem el kell mélyülnöm ebbe, és egyetlen dologra kell koncentrálnom, hogy a kapcsolat által hogyan fogom elérni a rendszert, amelyet felső színnek nevezünk. Hogyan érezhetjük ezt, hogyan érezhetjük a felső fény, együtt a felső világa, hogyan adhatjuk meg a teremtő érzékelését. Csak erre kell gondolnom, miért kéne kevesebbre? Mit kéne ebből? Tehát egy erő van, ő diktálja az életem minden pillanatát. Miért kéne másra sovárodnom, miért kéne kevesebbre sovárodnom, mint az ő elérésére? Nem kell megváltozni semmit ebben az ügyben, mondja. Ezt kell követni, ez a cél. Tehát mi a különbség, hogy a barátok gyülekezetében vagyok, leckét adok, vagy kérdéseket teszek föl, mi a különbség a kongresszuson a tevékenység között? Tehát mindjárt pillanatban azt kell látnom, hogy hogyan tudok egy nagyobb erejű kapcsolatra lépni, el kell érnem a kapcsolatnak egy pontját, amin keresztül feltárul a felső világ. Egy újfajta extra szenzoriális érzékelés, oké? Okay? Ez, aminek föl kell tárulni, meg kell próbálnunk, és aki fők érdemel. Tehát Rav Lajtman, mondják, hogy hol és hol, kell megnyilvánulnia, tehát nyilvánvalóan... Tehát mindenkit hívunk kérdéseket, hogy fölteni Michael Lajtmannak a Facebook oldalon. Ezzel befejezzük a leckét, és akkor mindenkinek szép napot kívánunk. Elköszönök én is, sziasztok! שמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד ישר שתים ברוח הקרירה שתים ומחסים